Joomla, WordPress vagy Drupal honlapot fejleszünk. Melyiket kéri? Én mindig meglepődök rajta, hogy ez kérdés. Persze, tudom, különféle vélemények lehetnek, de leginkább az lepett meg, hogy körülnéztem, és a magyar piacon milyen kevés magyar nyelvű tájékoztató van erről. Gyorsan egyet összedobtam, bocsánat, de erre volt időm, de talán ez is többet ér a semminél. Ha talál jobbat, örülök neki. Ha tetszik, és a jövőben kérik, akkor egyszer csinálom ezt komolyabban, és amúgy is mindig frissíteni kell. Mert folyamatosan változnak az igények. Szóval én abban a szempontból néztem, hogy melyik jobb a vevőszerzéshez, és melyik jelent előnyt vagy hátrányt nekem, a felhasználónak, a vállalkozónak. WordPress, Joomla vagy Drupal. Előre bocsátom, hogy mind a három úgynevezett CMS rendszer, tartalomkezelő rendszer. Sokfélét hallok róluk. WordPress telepíteni 5 perc, megtanulni 10 perc. A Joomla nem elég keresőbarát, a Drupal egy hulladék. A Joomla teljesen responszív. A Joomla túl sok kód. A WordPress a király. WordPressből van a legtöbb letöltés. A Drupal optimális kód, világos rendszer. Hát sok az örej, és mi közte a valóság, mert nyilván az is ott van. Mutatom. A Google Trend szerint valóban WordPress töltik le, iszonyatos tempóban növekszik a száma. Ezt töltik le a világon a legtöbben. Na de most én nekem is ezért kell ezt használni? Nézzük már meg. Az amerikai kontinensen töltik le a legtöbben a WordPress. Jó, de a számok mégis meggyőzőek, vagy nem? Hát Suzuki-ból is jóval többet adnak el, mint Mercedes-ből. Jó, azért egy kicsit nézzünk a dolgok mögé. Kik használják a WordPress-t? Kik használják a Joomla-t, és kik használják a Drupal-t? Én előre bocsátom, hogy egyikkel szemben sem vagyok részrehajló, földig hajolok azoknak a fejlesztőcsoportnak a teljesítménye előtt, akik mindezt összehozták, és a mai napig fejlesztik és karbantartják. Ez sok ezer kiváló programozó munkája, és rendszeres biztonsági frissítéseket épp úgy kapunk, mint új fejlesztéseket. Hatalmas és szabadon hozzáférhető eszközrendszert köszönhetünk nekik. Már önmagukban ezért sem mondanám azt, hogy az egyik jobb vagy rosszabb, és nem ítélkeznék róluk. Inkább más szempont szerint nézem, melyik jobb a kisvállalkozónak a vevőszerzéshez, és nekem, mint felhasználónak, melyik ad több esélyt, eszközt, lehetőséget. Ha a mennyiségi adatokat nézzük, és a 3-4 legfontosabb szempontot összehasonlítva, akkor valóban a WordPress van erről, én is ezt mondom. Bár nézzük meg, a Joomla is felhasználó barát, a Drupal viszont fejlesztő barát. Tehát a Drupal az, amit programozói tudás nélkül nem nagyon érdemes használni. Mindegyikre igaz, hogy van választék a kiegészítő programokból és a templétekből, sablonokból, a megfelelő ruhát is tudom variálni, hogy jó megjelenésű legyen. De a WordPressben egy kicsit ebben kisebb a mozgástér, a Joomlában nagyobb, a Drupalban szintén egy kicsit kisebb. Sok kiegészítő bővítmény van. Ha a mennyiséget nézem, akkor a WordPress több tízezer. A Joomla 10 000 alatt 5 000 és 10 000 között van. De ha azt nézem, hogy nekem, mint vállalkozónak, melyik a több használható fejlesztést, akkor nem biztos, hogy a WordPress tenném előre. Na, de még majd később erre visszatérek. A keresőbarát megoldás. Én elhiszem, hogy programozás eleganciáját tekintve a WordPress tud egy kicsivel jobb lenni, vagy akár sokkal jobb, vagy a Drupal, de egyet, mint e-marketer, hagyd szögezzek le. A Google mindegyiket jól olvassa, és mindegyiket jól indexeli. A Google a SEO programozáson már régen túllépett. A rangsort a vevők véleményére, a konverzióra alapozza, ez már a szemantikus web, nem a programozós. Ez pedig attól függ, hogy milyen változatos és rugalmas párbeszédre vagyok képes a vevővel a honlapon keresztül.
és mindegyiket lehet programozói tudás nélkül is használni egy bizonyos szintig. Ha most döntenem kell közöttük, akkor azt nézem meg, hogy meddig juthatok el programozói segítség nélkül. Na, itt kezdődik közöttük az igazi verseny. És ha a program bővítmények és a sablon választék szerint mondom, akkor valóban a WordPress mennyiségben előrébb jár. De ha a minőséget, a használati értéket is hozzáteszem, akkor én a kettő közé inkább egy egyenlőségjelet tennék, sőt, időnként egy magyar vállalkozás számára a Joomlát tenném legelsőnek. Mindhárommal lehet, ez tény, mindhárommal lehet komoly vevő kommunikációt és értékesítést csinálni. Megint mondom, hogy egy bizonyos szintig, és azon túl kezdődik az igazi verseny közöttük. Mert ami nekem szempont, hogy önálló tartalomkezelést, rugalmas képi megjelenést webmester nélkül én hogyan tudok megoldani, milyen szinten? Hogy szolgálja ki a profi online marketinget? Hogy szolgálja ki a változatos kommunikációt a vevőkkel a rugalmas online marketing megoldásokat? Igen, és itt már a Joomlát raktam előre. Nagyon sok cikket, jól variálható modulrendszerben az egyik oldalon, az egyik menünél publikálom, a másiknál nem. Különféle variációban olyan gazdag lehetőséget ad nekem, amit én a WordPress-nél nem találok. Igen, ezt mondja róla a szakma is, és az általános vélemény angol nyelven utána lehet érdeklődni. Számtalan forrást találtam, ezért is nem jelöltem be most egyet. 10 cikk variálása még könnyen megy, de amikor százasával kell őket, vagy többet különféle modulrendszerbe kell összerakni, kategorizálni, akkor az már fejfájást okoz, és hiába megyek a webmesterhez bizony, nem tud vele igazán mit kezdeni. Arra hivatkozik, hogy hát itt egy kis egyéni megoldást kell alkalmazni. Na, ilyen a Joomlánál nincs. A Drupalnak nagy előnye, hogy rengeteg tartalommal is stabil marad, megbízható. Rengeteg felhasználói hozzáférési szinttel lehet használni. Csak azt mondom, hogy a Fehér Ház ezt a programot használja, akkor már sok mindent elárultam róla. De ugyanilyen nagy ágyúkat mondhatnék a Joomlához és a WordPresshez is. Tény az, hogy a WordPressnél, ha egy cikket többen akarnak írni, akkor ez egy előny. Viszont a biztonsági szintjeiben ezért alacsonyabb, nagyon sokan hackerik, és nem csak azért, mert nagyon sokan használják. Legkönnyebb egy felhasználói szinten pillanatok alatt lehet szinte tanulás nélkül használni a WordPress-t, de így nyugodtan mondhatom, hogy a legtöbben gyorsan megtanulják néhány óra alatt jól használni, a vállalkozás számára jól használni a Joomlát is. Mindhárom igazodik a mobilokhoz és a tabletekhez is, egyre inkább nem muszáj, de csak egy bizonyos szintig. Itt viszont versenyelőnyben van a Joomla. Az már teljesen responszív, automatikusan igazodik. Erről nem is akarok többet szólni. Ez van. De van még néhány szempont, amit szintén figyelnem kell, ha egy jó választ akarok a saját vállalkozásomnak. A vevőimet melyik honlappal tudom jobban megközelíteni? A vevőket melyikkel tudom jobban kiszolgálni? És melyikkel tudom jobban összekötni a megrendelést, a számlázási és a fizetési programokat? Melyiket tudom jobban összekötni a készletnyilvántartó programommal? Hát ha nem akar egy kis vállalkozó, miközben a webáruházat működtet, nem akar néger munkában a számlázás, a készletnyilvántartás napi, apró részleteiben őrlődni, akkor ezek a szempontok sokkal fontosabbak, mint az, hogy hányan töltötték le a programot a világon. Ugye? Végül is én is felhasználó vagyok. Melyik a vállalkozó barát rendszer, ami nekem a legjobban élik, és a webáruháznak? Ha egy egyszerű blogot akarsz, és pár cuccot akarsz eladni, akkor tényleg a WordPress is egy jó választás lehet. Töltsd le, próbáld, csináld. Ha profi nagyáruház kell sok tízezer cikk számmal, sok kategóriával, és van is elég bevételed hozzá, hogy megfizesd, akkor nem is ezt a hármat ajánlom, hanem a Magento-t.
Ha viszont gyors fejlesztéskkel, megfizethető, alacsony költségekkel, gyorsan igazodó üzleti és online marketing mozgástérrel, hogy a folyton változó vevőigényeket kövesd és bírd a versenyt is, akkor csomja. A verseny jó, a három nagy rendszer egymással is versenyez, de találtam egy nagyon jó összehasonlítást az egyik szakmai oldalon. Igen, a WordPress-t egy jetskihez hasonlították, a Joomla-t egy nagy óceánjáróhoz, egy cruiserhez, és a Drupal-t pedig egy elegáns speedboathoz, egy luxus jachthoz. Kinek érdeke a közöttük lévő különbséget elfedni? És milyen érdekes, én azt gondoltam, hogy sokkal többen használják ezeket a CMS rendszereket. Meglepett, ez egy 2014-es tájékoztatás. Nyilván a WordPress itt is kiemelkedik, de hogy 77% még mindig nem tudja, hogy a CMS rendszerekkel tud igazán rugalmasan vevő kommunikációt csinálni, ezen egy kicsit elgondolkodtam, és oda jutottam, hogy nos, aki a CMS rendszerek valamelyikét használja, az verseny előnyben van. Ha a Drupal, Joomla, WordPress összehasonlítást nézem, a használat könnyűségében, egyszerűségében, azt mondja, hogy a Drupal összetett, a Joomla közepes nehézségű, bonyolultságú, és a WordPress a legegyszerűbb. Így van. Ha a keresőbarát rendszert nézem, egyértelműen, bár itt azt mondja, hogy plugin-t meg add-on-okat igényelne, a Google-nek ez már nem nagyon kell. Ha csak nem mondom azt valamelyik weblapnak, hogy egyáltalán ne kövesse, ne indexelje, akkor ott szinte minden tud indexelni, és akar is. Főleg, hogyha a vevők oda járnak, és rendszeresen használják az oldalt. Biztos lehet benne, hogy kereső barátok. Hogy melyik fejlesztő barát? Nos igen, a Drupal és a Joomla a fejlesztő barát, a WordPress az végképp lemond a felhasználók kedvéért, a hát azt nem mondom, hogy bonyolultabb vagy igényesebb programozásról, de nyilván vannak elegánsabb, a szakma számára értékesebb megoldások, és lemondanak a felhasználók javára ezekről a fejlesztők. Hogy melyikkel lehet több oldalt, multi-site rendszert működtetni? Hát szerintem mind a hárommal, mert a Joomlát is szépen össze lehet kapcsolni külső linkekkel, több adatbázist, és senki nem vesz észre, hogy ez itt nem egy rendszer. Más kérdés, hogyha ezt például egy multisztor webáruházban akarok egy közös központi raktárkészletről, vagy egy Excel formából kivonni az adatokat, akkor itt már egy kis probléma van, de erre is van megoldás. Na, blognak egyértelműen mindegyik nagyon jó. Persze a WordPress elsősorban blog platformnak lett fejlesztve, ott az a vezető. Hát a Drupal nagy hátránya, hogy a külön fejlesztési oldalként nincs ott az admin felület, nézem a dizájnt, miközben alakítom a szöveget meg a képeket, és inkább zavar munka közben, mint segít. Ugyanez a Joomlánál nagyon jól megoldott, és a WordPressnél is. A Joomlának az editorát, illetve az editor lehetőségeit én jobban, kezesebbnek tartom egy vállalkozó számára, de a másik is jó. Attól függ, hogy mit akarok vele elérni. Mindegyik egyformán nagy fejlesztői támogatást kap, és hogyha azt nézzük, hogy melyik alkalmazkodik rugalmasabban az igényszintekhez, a felhasználói szintekhez, a vállalkozás elvárásaihoz, hát igen, akkor a WordPress marad harmadik. És a Joomla, amely még ráadásul felhasználó barát is, nem kell hozzá annyi fejlesztői tudás, nyilván azt kerül előtérbe. De teljesen mindegy. CMS, tartalomkezelő rendszert használjon. A lényeg ezen belül az üzenet, hogy hogy jutatja el a vevőihez. Mindhárom rendszer egyformán nagyszerű teljesítmény. A vállalkozásnak viszont csak annyit érnek, amennyire ismerjük és használjuk a profi online üzleti kommunikációt. Használjuk!